Köszöntöm Önöket a Kávéházi Rendezvút, látják benne új vendégemmel, Gréci Félegyházi Gyöngyvérrel. Hát nagy szeretettel köszöntelek, és hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat egy jó kávéra. Egyébként kapucsinozni fogunk, így a kora esti koffeint ezzel visszük be. No, hát a következő 20-25 percben veled beszélgetek az életedről, a karrieredről, egy picit megmutatjuk a Gyöngyvért, mint embert. És aki nem ismer téged, vagy aki ismer téged, az tudja, hogy te nem vagy tőzsgyökeres szekszárdi, de most már megtudta az is, aki nem ismert téged eddig. Hát nem azt mondom, hogy cikcakos meg rögös úton kerültél ide, talán ez barokkos túlzás, de meséld el nekünk, hogy hogy kerültél szekszárdra, és mióta vagy szekszárdi. Debrecenben születtem. Ez a legmesszebbi, meg legtávolabbi rész talán Szekszárdtól. És Sopronban nőttem fel. 6 éves koromban költöztünk Sopronba, tehát az iskoláimat már ott végeztem. Általános iskolát, gimnáziumot, majd az egyetemmel Gödöllőre kerültem, és ott ismertem meg a férjemet. Így kerültem aztán Szekszárdra, mert ő volt az erősebb lokálpatrióta, bár én is ragaszkodtam Sopronhoz, de ő nyert. Ez volt 20 éve, pont most lesz 20 éve, úgyhogy elmondhatom, hogy az életem legnagyobb részét most már Szekszárdon töltöttem, hiszen 6 évet Debrecenbe, 12-t Sopronba, és a 20 év Szekszárdé. Kanyarodjunk vissza egy kicsit az időbe. Majdnem azt mondtam, hogy az M6-osra jöttök le, szépen csorogtok le Szekszárdig, de hát ugye akkor M6-os autópálya még nem volt. Debreceni születésű vagy, azért emléked van, mert mondtad, hogy 6 éves korodig ott laktatok. Akkor utána Sopron, hát az ugye abszolút a határ mellett, a leghűségesebb város az osztrák határ mellett, az is egy más műfaj, egy más kávézó, mint Szekszárd. Aztán Gödöllő, ugye Sziszi kedvenc. Sziszi kedvenc városa, tehát egy nagyon-nagyon fontos történelem, magyar történelem, osztrák-magyar történelem szempontjából is egy fontos helyszín, ott tanulsz, ugye az ifjúkori legszebb évek, aztán ide kerülsz Szekszárdra. Mennyire számított az egy éles váltás? Mi volt az első impressziód, amikor idejöttél életedben először Szekszárdra? Sokféle, az életem során sokféle embertípussal találkoztam. Hiszen ha csak a földrajzi elhelyezkedést, édesapám mindig párhuzamba hozta az emberek nyitottságával és életszemléletével. Amikor Debrecenből Sopronba költöztünk, az alföldi emberek nyíltsága után a hegy, idézőjelben mondom, a hegyi emberek, vagy hegyvidéki, hegyközeli emberek zárkózottságával nehezebben küzdöttünk meg, az egy zárt közösség volt. Sopron egyre azt kell, hogy mondjam, hogy a mai korban már nagyon feldúsult, tehát ez az ártság is egy kicsit alakult, vissza-vissza járunk Sopronba, tehát találkozunk emberekkel, átalakult ez az árt közösség. Feldúsult a város, tehát most már százezres a lakosság, százezres létszámmal bír. Így nekem a Sopron kisváros jellege nagyon meghatározó volt. Lehet azért, mert ott nőttem fel, de ez az, amiért nagyon szeretem Szekszárdot. Szekszárd megmaradt ennek a kisvárosi jellegűnek, egymást ismerő, közösségért tenni akaró, és egymást szerető, általában szerető emberekkel. Úgyhogy én ezért nagyon-nagyon-nagyon szeretem Szekszárdot, és úgy gondolom, hogy már örülök annak is, hogy a gyerekeim itt nőnek fel, és nem Sopronban. Bár gyönyörű, szép város, de ez a közösség azért sokkal inkább vonzó egy gyereknevelésre is, és gyerekek fejlődésére is. Bocsánat, akkor jól veszem ki a szavaidból, hogy igazából a nyitottabb Debrecen után bekerültél az zártabb Sopronba, aztán ide kerültél egy nyitottabb Szekszárdra, tehát ez volt az első impresszió, az első benyomás. Milyen volt a város külcsíne? Hogy tetszett Szekszárd, amikor ugye először meglátod? Van-e valami, ami nyilván a tipikus történeti helyszíneken, ugye a városnak két történelmi belvárosa van, ez is egy kuriózum, a Béla Király tér szegletében beszélgetünk. Itt van Közép-Európa egyik legnagyobb egyhajós temploma. Tehát ezek azért olyanok, amik képeslapon is rajta vannak. De mi az, ami tetszett, és mi az, ami nem tetszett? Hú, ez nehéz kérdés. Az első emlékeim Szekszárdról, amikor még csak a hétvégéket töltöttük itt a párommal, akkor még csak párommal, vagy volt barátommal, az...
Tehát a kis utcák, a szűk utcák, a szűkösséget érzékeltem, de akkor még ugye nyitott volt, még úgy emlékszem, hogy itt jártunk fel a buszpályaudvarról jövet a Skarabeuszi épületénél, és még akkor talán egy papírjószer volt ott, igen. És így nyitott volt a tér. Erre nagyon emlékszem, és úgy éreztem, hogy elvesznék Szekszárdon. Nyilván nem jártok be Szekszárd hegyét-völgyét, annyira, mint amennyire lehetett volna ezt, akkor, amikor ide költöztem, azért akkor ismertem meg. Úgyhogy az első benyomás az kicsit zűrös és zavaros volt, aztán az ide költözésemet követően azért nagyon gyorsan tisztult a kép, hogy mit hol találok meg. És kezdtem látni ugye a dombokat, a férjem rettenetesen kötődik az erdőhöz, ő egy erdés családban nőtt fel, erdészvadász családban nőtt fel, így aztán az erdő minden szegletét ismeri, vagy a környező erdők minden szegletét ismerte abban az időben, úgyhogy a zöld részekre nagyon-nagyon emlékszem, sokat kirándultunk, sokat vadásztunk. Számára a vadászat általában azt jelenti, hogy kimegyünk és figyelünk, csendben beszélgetünk, és megnyugszunk. Nem lövünk, ezek szerint. És majd, hogy nem lövünk. És általában nála nem lövünk, igen. Igen. Az emberek pedig olyan szempontból érdekes volt a benyomásom, hogy én mindig az autóban, amikor vezettem, én mindig csak előre figyeltem és az utat. És folyamatosan kaptam a visszajelzést, hogy integettem, nem láttál, hát, na, bocsánat. És akkor kezdtem el észrevenni, hogy a párom is vezetés közben erre integet, arra integet, köszön mindenkinek, tehát gyalogostól kezdve a szembejövő autósig, és azóta már én is figyelem a szembejövő vezetőket is. De ez egy kicsit más, tehát visszautalok arra, hogy nyitottabbak. Nyitott, éppen ezt akartam mondani, hogy mindenki ismer mindenkit, aki ismeri a másikat, köszön így van, neki, így van, figyeli, így hogy figyellek-e mondjuk, igen, az autóban, uh-huh, a piros lámpánál, igen, hogy láttalak. Igen. Azért... Ez vonzó tud lenni. És éppen azon gondolkodtam, hogy amá vonzás, vagy valami vonzó, gazdaságilag milyen volt a város? Én azért kérdezem ezt, mert hogyha egy picit anyagiasabb oldalról közelítjük meg, akkor úgy döntesz, hogy a leendő férjednek a szülővárosába költözöl, idejössz Szekszárdra. Főleg úgy, hogy egy, amit említettem is, hogy Gödöllő egy történeti szempontból fontos város, történelmileg azért elég közel van Budapesthez, az meg egy világváros. Uh-huh. Tehát azért ez is egy meghatározó döntés. Most nyilván nem arra kérlek, hogy emlékezz vissza arra, hogy gazdaságilag Szekszárdot milyennek láttad, vagy milyennek értékelted. De volt elő a városban? Volt annyi bizalmad a város iránt, hogy akkor te itt megpróbálod, és akkor te itt kezdesz el, majd bízom benne elmondod, hogy mivel, mikkel foglalkozni? Abban az időben én elég beszűkült volt a látásmódom, de szerintem az életkoromnak megfelelő volt. Pályakezdőként elkezdtem dolgozni, igazán a megélhetésért próbáltuk az életünket összerakni és megalapozni. Úgyhogy a munkán kívül, a munka és a páromon kívül más nem nagyon figyeltem. Az, hogy helytálljak a munkahelyemen, ez volt a fő. De az, hogy merre mozdulnék, mit csinálnék még, az szépen így rakódott az évek előre haladtával, hogy... Tehát ilyen kvázi előtanulmány, idézőjelben előtanulmány, ezt nem előzte meg. Te idejött, és úgy voltál, hogy itt fogsz dolgozni. Azt mondtam a páromnak, hogy akkor jövök Szekszárdra, hogyha ő talál nekem munkahelyet. Talált? Másnap már volt. Másnap talált. És mi volt az? Mivel foglalkoztál? Egy autókereskedésnél kezdtem el dolgozni. Nehezebb volt itt helytállni, mert a finanszírozás világából jöttem. Budapestről, ahol a munkaidő az 9 órától 17 óráig tartott, ez pedig egy olyan magán cég volt jóformán, ahol egy kicsit tulajdonosi szemlélettel kellett néznünk nekünk is, dolgozóknak a cég működését és tevékenységét. Úgyhogy ez nekem egy kicsit nehéz volt. Ez sokáig tartott? Pár hónapig tartott csak.
szerencsém volt, mert egy szintén finanszírozás, gépjármű finanszírozással foglalkozó cég nyitott irodát pár hónapon belül Szekszárdon. Ezt a céget nagyon jól ismertem, mint annó ex-konkurencia, úgyhogy nagy lehetőséget jelentett ez számomra. Viszont az autókereskedésnél szerzett tapasztalataimat pedig nagyon jól fel tudtam használni a finanszírozás ezen területén. És akkor azóta is pénzügyi területen dolgozol, egészen addig, ameddig, mert most már talán ki lehet mondani, ugye, hogy vagy eljuthatunk odáig, hogy most már a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna-megyei igazgatóságán vagy kabinetvezető. Így van. Tehát most eddig két munkahelyet említettél, mind a kettő pénzügy finanszírozás, Budapesten is a pénzügy financiális vonalon mozogtál, ez a terület viszont azért annyira nem. Milyen út vezetett el idáig, aminek lett egy olyan leágazása, hogy te például már a jelenlegi ciklusban is a szekszárdi közgyűlésnek a képviselője vagy? Ez egy kicsit még bonyolultabb. Bonyolultabb. Bonyolultabb, igen, mert bár tényleg az Agrárkamaránál dolgozom, de nem veszítettem el ezt a pénzügyi vonalat, mert egy szeretett szolgálatnál szintén tevékenykedem, ahol adósságrendezéssel foglalkozik az egyik modellprogram. Nagy területet ölel fel a munkám, mert Fejér megye déli részét, Bács-Kiskun megye nyugati részét és Tolna megye északi részét, vagy majd, hogy nem egész Tolna megyét látom el a mentori feladatokkal. Családokhoz járok, és a nehézségekkel küzdő családoknál nem pénzt adunk, de megpróbáljuk rendezni különböző kérelmek írásával, különböző akár adósságrendezési eljárás, ez a magáncsőd eljárása. Ez földrajzilag egy hatalmas terület. Igen. Ezt hogy lehet bírni testileg, lelkileg? Az biztos, hogyha mióta csinálod, bocsánat, nem tudom, hogy most... 2017 óta, akár hogy is számoljuk, akkor mondjuk 7 éve. Hát 7 év alatt az ember ad is, kap is, kapja a pofont, kapja a terhet, kapja a nehézséget, és ugye gyűjtöget, meg rakódnak rá jó dolgok és rossz dolgok is, de ez akkor is egy hatalmas terület, ez nem emészt fel téged, vagy nem hogyan lehet oda menni valakihez mondjuk segíteni, úgy, hogy például lehet, hogy nem is akarja? Ez az, meg kell találni azt a pontot, ahol, tehát próbálja az ember motiválni, de nem tudunk mindenkinek segíteni, ez tény és való. Az első időszakban ez nagyon megterhelő volt. Most már úgy érzem, hogy el tudom engedni, de ebben az elengedésben benne van az is, hogy le tudom tenni ezt a terhet, hiszen a következő pillanatban bemegyek az Agrárkamarához, vagy bemegyek az önkormányzathoz, és ez olyan mozgásban tart, hogy nem omlok össze lelkileg. Jut idő mindenre? Mondjuk ez biztos, hogy jut idő mindenre. Inkább a kérdésem az lenne, hogy ilyen eltérő területeken hogy tudsz dolgozni? Mert most említetted az önkormányzatot is, én ugye mondtam, hogy közgyűlési képviselő vagy, emellett hát a szociális lelkület, a szociális bizottságnak is az elnöke vagy. Na most egy agrárkamarai kabinet vezetői feladat, az én legalábbis azt gondolom, hogy ez egy klasszikusan teljesen más terület. Hogyan lehet ilyen széles és teljesen eltérő területeken mozogni, lavírozni? Egy környezetgazdálkodási agrármérnök diplomám van, tehát az Agrárkamarához ilyen szempontból csatlakozom. Méhészkedünk, tehát van egyfajta agrárvonalunk, amit viszünk a férjemmel közösen. Viszont a kabinetvezetői terület az inkább társadalmi. Tehát, és hogyha a társadalomhoz kapcsolódok, akkor a társadalomnak megvan az agrár oldala, és megvan a másik oldala, ahol segítségre szorulnak az emberek. Tehát jó, nem azt mondom, hogy jó, de jó mind a kettőt látni, mert így tudok egyensúlyban maradni. Ugyanakkor a Szociális Bizottság működésében pedig nagyon sokat jelent az elmúlt 7 évben megszerzett tapasztalatom. Tudom, hogy az emberek hogy juthatnak ilyen helyzetbe.
Egy picit nézzük meg a te képviselői munkádat annak fényében, ugye, hogy a Szociális Bizottságnak az elnöke vagy. Azért itt az előbb is utaltam arra, hogy itt az elmúlt években azokon a területeken, akár még az Agrárkamara révén is, itt az ember gyűjtheti a muníciót meg a tapasztalatot. Kemény terület Szociális Bizottsági elnöknek lenni itt Szekszárdon? Nyilván tartozik hozzád, ha jól tudom, az egészségügy, a fenntarthatóság, ugye? Tehát azért egy kicsit szélesebb paletta ez is, de megdolgoztatja az embert, tehát van dolgotok? Van bőven dolgunk. A szociális terület nagyon nehéz. Nehéz elutasítani a kérelmeket, amit a rendelet alapján el kell utasítanunk. Nem mindenki veszi tudomásul azt, hogy méltányossággal fordulhat a közgyűlés felé, tehát egy kérelmet meg kell írnia ehhez. Vagy elsiklik fölötte, itt már az ő felelőssége azért benne van, hogy nem nyújtja be a fellebezését. De nehéz minden egyes elutasítást azért megfogalmazni. Viszont vannak, bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, azért lehet olvasgatni arról, hogy a szociális vonalon is vannak azért örömteljesebb projektek. Tehát például itt van a gondos óra program, amit ugye nem is tudom mióta, már tavaly vagy tavaly előttől. Szerintem már akár két éve is. Akár két éve is. Most én is itt keverem az évszámokat, tehát azért vannak ennek szebb részei, gondolom. Igen. Tehát ne fessük a kedves nézőknek itt egy finom cappuccino mellett ilyen sötét és borongós képet. Az sem titok, hogy elindultál képviselőjelöltként a 2024-es önkormányzati választáson. Az első kérdésem nekem ilyenkor azt szokott eszembe jutni, főleg azoktól, akik nem is olyan régen, mert én sem régóta élek Szekszárdon. Gondoltad volna ezt egyszer, hogy mondjuk 2004-ben ide kerülsz, és egyszer mondjuk egy vármegyeszékhely közgyűlésének a tagja lesz. Ezt gondoltad volna? Nem. Sose voltak ilyen elképzeléseim, és nem is terveztem, eszembe se jutott, de annó Csillagné Szántó Polik Széna volt ez, aki javasolta és hívott, hogy próbáljam meg ezt a területet is ellátni. Én akkor nagyon örültem ennek a lehetőségnek, láttam benne fantáziát, tenni akartam a közösségért. Tenni akartam Szekszárdért, és ez ma is így van. Nagyon nehezen mozdulnak előre a dolgok. Nagyon sok probléma van, amit meg kell oldanunk minden szinten. Kifejtened egy picit bővebben, mit akar ez? Tehát mondjuk városi szinten? Tehát itt már kiléptünk a bizottsági ajtópont túlra. Igen, én inkább a körzetemet tekintem. A körzet. Ez is kérdésem, mert főleg melyik a körzeted egyébként? Igen. Az egyes körzet az enyém. Területileg nagyon. Ez, hát Sötétvölgytől nézzük, az és erdő. Befele, igen, az újvárosi templomig, illetve a Kadarka utcánál jön fölfele, de Kadarka utcának is a lakótelepi része nem hozzám tartozik, hanem igen, csak a virágbolttól, úgyhogy ott egy kicsit így labirintusos a körzethatár, és ezt a körzetet érzem úgy, hogy nagyon-nagyon-nagyon elhanyagolt. A posta bezárásával az idős embereknek megnehezítettük az életét. Nem mi zártuk be a postát, félreértés ne essék, de az, hogy elveszítették a postát, nincs bevásárlási lehetőség, egyetlen Coop ABC van, a Coop ABC most nyárra bezár felújítás miatt. El kell jutni a város déli részére ahhoz, hogy egy közepes, vagy akár egy kis bevásárlást az ember megtegyen, vagy megveszi dupla annyit. Megelőztél egy gondolatot, és örülök, hogy említetted így az ABC bezárást, okay. Meg hogy mi az, ami megszűnt, meg mi az, amire szükség van, mert ugye a választó igen, tehát van, akinek te segítesz egy szociális bizottságban, és ő megköszöni, meghálálja, de akármilyen csúnyán hangzik, annak több látszatja nincsen. Ugye az átlag választó polgár, ha már választás van, az elvár valamit egy képviselőtől, egy új padot, egy új játszóteret. Tehát nagyon jól hangzik az, hogy 1970-ben, amikor a feleségemnek udvaroltam, az a rakétamászók az milyen szép, na de még most is rakétamászóka van. Tehát akkor ezek szerint ténylegesen fizikális fejlesztésekben is gondolkodsz a te választókörzetedben? Minden szinten. Legyen az az utak állapota, borzalmasak az utak állapota. A boltok, tehát tényleg meg kell valósítani mindenképpen. Én ezt elkezdtem 2020-ban, és szerettem volna egy bevásárlási lehetőséget biztosítani az északi részen élőknek. De,
nem kaptam választ a megkeresett kereskedelmi cégtől. Plázastop, nem plázastop, Covid, minden közbe jött, de nagyon-nagyon-nagyon sok dolog lenne, ami rengeteg fejlesztést, játszóterek, utak. És egyébként azt így hogy tapasztaltad? Tehát most mondtad, hogy egyeztettél már kereskedelmi lánccal, vagy valamilyen kereskedelmi céggel, és nem igazán voltak nyitottak. Általában tapasztalod te azért a nyitottságot? Tehát, hogyha valamilyen ügy mögé beállsz, mint a terület mostani képviselője is, akkor azért az meghallgatásra talál? Tehát ott lehet tenni azért? Csak még többet kellene, jó értem? Igen, valahol meghallgatásra talál, igen, de nem jutunk el a megvalósításig, és ez az, ami nagyon-nagyon-nagyon elkeserítő. És bízom abban, hogyha jól lesz a közgyűlés összetétele a következő időszakban, akkor sokkal tovább fogunk jutni. Akkor nézzük meg így záró témaként, vagy zárszóként így a prioritásokat. Ha megszavazzák neked a bizalmat a választók június 9-én, akkor mivel kezdesz? Mi lesz a prioritás? Nagyon-nagyon-nagyon sok munka van, rengeteg utca. Tudom, hogy utcával nem lehet utcafelújítást ígérni, de sikít a gépjárműves közlekedés, a biciklis közlekedés. Roboz utca, Baka utca, Parászta utca, tehát annyira Berzenagy utca, annyira sorolhatnám, hogy mennyi palánk elhanyagolt. Rettenetesen sok megoldásra váró feladat van. Egyébként, hogyha képviselő vagy, képviselőjelölt vagy, kabinetvezető vagy, akkor mellette még ellátod ezt a kvázi pénzügyi karitatív tevékenységet, így ennyi minden mellett azért valami még belefér, mondjuk ilyen, hogy hobbi? Hobbi a méhészkedés. A méhészkedés. A hobbi a méhészkedés, illetve az, hogy a családommal legyek. Jó, ez nem annyira hobbi, ez kötelezettség is, de a legkedvesebb és a legszeretnivalóbb és a legfontosabb. Nagyon szépen köszönjük kedves Gréci Félegyházi Gyöngyvérnek, sok sikert kívánunk a munkához, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, nagyon-nagyon jó volt a kapucsino és jó volt a beszélgetés. Önöknek pedig, kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak, a Kávéházi Rendezvút látták, további jó tévézést, viszontlátásra!